Szervusztok, köszöntelek benneteket. Szervusz, köszönjük, hogy itt lehetünk. Hogy éreztétek magatokat a tévéfelvételen? Nagyon Jesse műsorában? Nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk. És a kellemes volt a díszlet, mert a 60-as évek retrója volt benne, egy presszó, és a mi dalainkhoz pont illett ez a... Nem presszó, kávé. Kávéház, bocsánat. Pont illett ez a külső, hogy mi nagyon örültünk ennek, hogy ilyen milliót teremtetek. Hogy telt a decemberetek, gondolom, mint minden munkával. És igen, kevés pihenés is volt benne, hál' Istennek, az nagyon jó volt, mert már nagyon ki voltunk, de hál' Istennek, ami azt is mondta, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk. És most lesz egy kis alkalmatok, vagy tovább folytatódik gőzerővel a munka, vagy esetleg egy kicsit el tudtok a hidegből valahova menni, valami kellemesebb tájra? Két hét múlva elindulunk Ausztráliába, és nagyon kellemes tájra megyünk, meleg van, nyár van, és mi... Négyszer voltunk már Ausztráliában, és nagyon vágyunk vissza, meg kell, hogy mondjam, mert egy nagyon jó hely. Szeretjük, élni is szeretünk ott, a nézők is szeretik azt a műsort, amit csinálunk, hogy nekünk egy olyan sikerélmény volt mindig Ausztrália, hogy ebbe kapaszkodunk most. 23-án indulunk. És mennyi ideig tartózkodtok majd? 6-7? Egyébként 3 hónapot szoktunk, de most csak 6 hétre tudunk kimenni. De hát ez is nagyon jó, és nagyon szépen köszönjük a jó Istennek, hogy ezt lehetővé tette nekünk, és reméljük, hogy jó is lesz. Azért ott majd egy kicsit pihenni is tudtok pihenni majd. Is, persze, hét persze. Hétvégéket van előadás, Istennek. És hétközben pedig gyönyörű Gold Coast, gyönyörű Brisbane, gyönyörű Melbourne, gyönyörű Sydney, Adelaide. Elég sok helyre megyünk. Remélem megosztjátok majd a fotóitokat és élményeiteket a Sztár Limonádé olvasóival, ha hazaérkeztetek. Jó, azt szeretném még kérdezni, hogy ugye az életben is egy párt alkottok, de a színpadon is. Mi a titkotok, hogy minden ilyen kerek és csodálatosan működik? Nagyon sok tolerancia. A másik hibáit el kell fogadnunk, és el kell néznünk. És ha sikerül, akkor hosszú élete lesz a házasság. És a Győző nagyon türelmes, úgyhogy ez a titka. Egy igazi úri ember, úgyhogy szerencsém van, hogy úgy ilyet fogtam ki. Egyébként, ami még a mostani útunknak, az ausztráliai útunknak az érdekessége, hogy 15 éve pont annak most február-márciusban, hogy először utaztunk ki együtt, és ott jöttünk össze tulajdonképpen igazándiból Ausztráliába, és úgy ugyanazokra a helyekre megyünk vissza. Ez egy szép évforduló. Ez egy szép évforduló lesz, legalábbis reméljük. Ugyanabban a szobában. Igen. 13. emeleten, abban a szobában fogunk aladni, aludni, lakni Gold Coaston, ahol így ha az hálószobában egymás mellett fekszünk, akkor az Atlanti óceánból jön csodálatos. Ki a nap reggel. Ennél csodálatosabb a szemem kell. Nem. Még annyit bezárólag, hogy 2018, van valami különösebb tervetek mindazonáltal, hogy ugye elutaztok, de valamilyen más szakmai tervetek. Egy új CD-t erre. Csinálunk. Most még nincs teljesen kész, de hamarosan készen lesz, és akkor azt szeretnénk majd megjelentetni. Illetve hát szeretnénk bővíteni, ugye van nekünk a 6-os csatornán egy televíziós műsorunk, hát így gyakorisággal, és szeretnénk azt egy kicsit kibővíteni, ha sikerül, majd meglátjuk, ez még a jövő zenéje, úgyhogy majd ha sikerült, akkor mindenképpen fogjuk tudatni veletek. Jó, én köszönöm szépen, én jó utat kívánok nektek, köszönöm. És várunk vissza benneteket az élményekkel. Nagyon aranyos. Köszönöm. Köszönöm.